Hú, micsoda időjárás! Itt az emberházában vagyunk. Amelka, hogy vagy? Fáj a szárnyam! Maradj itt, én pedig megyek, és utána nézek. Az embereknek olyan nagy barlangjaik vannak. Mi ez? Milyen állat ez? Egyáltalán nincs benne élő energia. Ilyen csodálatos varázslat. Gyertek, nincsenek itt. Ídni, tarts ki. Fáj a szárnyam. Most mindjárt megnézem. Úgy néz ki, hogy eltört a szárnyad. Hülye szél! Meg tudod gyógyítani? Nagyon kevés a gyógyászati célú virágpor. Várnod kell. Köszönöm, Kitty, már jobban vagyok. Nem maradhatunk sokáig egy emberi házban. De ki sem mehetünk, erős szél fúj. Félek az emberektől, azt mondják, hogy nagyon gonoszak. Olyan puha üléseik vannak, mintha felhőből lennének. Nekem nem tetszik. De nincs kiút, amíg Amelka nem tud repülni, mit ragadtunk. Amelka, ülj le! Ne nyújj semmihez, mert veszélyes lehet. Ó, ugyan már! Az emberek valahogy itt élnek. Nem tudunk semmit az emberekről. Lehet, hogy csapdák vannak, vagy ilyesmi. Van itt egy portré. A portré olyan tiszta. Vajon milyen festékkel festették? Valószínűleg ezek az emberek a portrékról ebben a házban élnek. Ez egy átlagos lány, aranyosan néz ki, szerintem kedves. Amelka, te olyan nagy vagy, nem bízhatunk az emberekben. Csak megnéztem a portrét, és már is kioktatsz. Ismerünk téged, mindig kalandokat keresel. Ígérem, ezúttal nem lesz kaland. Ajjajjajjaj, annyira fáj a szárnyam. Ülj le! Nézzétek! Az embereknek saját kertjük van közvetlenül a házban. Kitty, ezt nézd meg! Kár, hogy itt nincs pollen, ami meggyógyítaná Amelkát. Nézd, egy élő virág! Furcsa, de ezek a virágok már rég elhalványultak. Honnan szerezték ezt? Megint valami varázslat. Nincs élő energiája. Ez egy művirág. Tehát ez egy csapda, készüljetek fel a harcra! Nem úgy néz ki, mint egy csapda. Ezek az emberek olyan furcsák, miért van szükségük művirágra? Lányok, olyan éhes vagyok! Egy csepp nektárt sem ettem ma reggel! Amelia, hol fogunk itt nektárt szerezni neked? Tudom, hogy az emberek nem esznek nektárt. De az embereknek vannak gyümölcsei, talán nem kellene megenni őket. Szüksége van az erőre, hogy meggyógyítsa a szárnyát, hadd egyen. Új, az embereknek még a gyümölcseik is borzasztóak. Természetesen az alma is mesterséges. Van valami valódi ebben a házban? És mit kellene ennem? Egyáltalán nem maradt erőm. Egyszer egy manó mondta nekem, hogy az emberek jégdobozba rejtik az ételt. Ó, várj! Kitty, várj, lehet, hogy csapda lesz. Nyugodj meg, mert rájöttem, hogy itt nincsenek csapdák. Nocsak, nocsak. Mi ez? Ez mi?
ezüst étel. Úgy néz ki, mintha étel lenne, de ne edd meg ezeket a csillámokat. Egyáltalán ne egyél meg semmit, lehet, hogy mérgező. Nagyon jó illata van. Tényleg, nagyon étvágygerjesztő. Lehet, hogy ez lesz az utolsó dolog, amit életetekben megesztek. Szándékosan csinálták ezt. Ez csodálatos. Olyan, mint a világ összes virágjának nektárja. Milyen finom. Kár, hogy a tündéreknek nincsenek ilyen finomságaik. Érdekes. Vajon milyen virágokból készült? Elég volt, Amelka, egy kicsit már kaptál. Hozzunk még egyet Leonardónak. Nem, mi van, ha az emberek észreveszik? Hallod ezt? Ez egy ember. Érzem a szagát. Mit tegyünk? Nem volt itt senki. Nem ellenőriztél mindent jól, el kellett volna mennem. Nincs idő beszélgetni, Kitty, csinálj valamit. Várj, várj, várj. Nos... Kész, a láthatatlanság virágpora. Anya, apa, ti vagytok azok? Nincs itt senki. De hallottam valami zajt. Várj, mi ez? Ki ette meg a cukorkámat? Ha valaki itt van, akkor jöjjön ki! Nagyon rosszul érzem magam. Nem segítenek a gyógyszerek. Bárcsak anya és apa hamarosan jönnének. Megyek az ágyamba, remélem jobban leszek. Ez a lány volt a portréról. Betegnek tűnik. Sajnálom. Oké, mindenki nyugodjon meg. Ez csak egy ember. Ne foglalkozzatok vele. Segíthetünk neki? Még azt sem tudjuk, hogyan gyógyítsuk meg az embereket. Segítség? Erről szó sem lehet. Már 100 éve nem segítettünk az embereknek. De már korábban is segítettünk. Elfelejtetted, mit mondott neked a nagyi? Az emberek rosszak és gonoszak? 100-szor hallottam már a történetet, hogy az emberek elárulták a tündéreket. Talán ez egész csak italáció, nincs bizonyíték. Mártának igaza van, várjuk meg, amíg a Melka jobban lesz, és csak menjünk el. Így van, Kitty. Aj, jaj, 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 a szárny még mindig fáj. Hadd nézzem. Úgy tűnik, a dolgok rosszabbul állnak, mint gondoltam. Amelia nem fog tudni repülni gyógypollen nélkül. Akkor meg kell találnunk ezt a gyógyhatású virágport. De egyáltalán nem ismerjük a területet. Kit kérdezhetnénk? Nézd, kis oroszlán lány. Nem fog megenni minket? Egyetlen ütéssel le tudom győzni, csak hadd jöjjön közelebb. Márta, nem fog velünk semmit sem csinálni. Az emberek annyira menők, hogy otthon tartják az oroszlánokat. Van egy ötletem. Biztosan ismeri a környéket. Hogy fogja ezt elmondani nekünk? Itt ez a pollen segít megérteni az állatok beszédét. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Soha nem találkoztam még ilyen állatokkal. Nem tudom, hogy működni fog-e vagy sem. Hello, tündérek! Olyan étvágygerjesztőek vagytok! Szent tehén, egy beszélő oroszlán! Tudtam, hogy meg akar enni minket. Ugye tudod, hol van a legközelebbi kert? Persze, hogy tudom. Segíts nekünk, nagy szükségünk van a virágporra. És miért kellene segítenem? Mert mi jó tündérek vagyunk. Ha nem segítesz, véged van. Márta, nem beszélhetsz így. Az ő házában vagyunk. Úgy hallottam, hogy varázslattal gyógyítani is lehet. Igen, meg kell gyógyítanunk a barátunkat. Megmondom, hol van a kert, de meg kell gyógyítanod az úrnőmet. Nem. Mi nem gyógyítunk embereket. Hát a
akkor nem segítek. Oké, megpróbáljuk meggyógyítani őt. Kitty, nincs kiút, pollenre van szükségünk. Megmutatom, hol van a kert, de előbb tegyél néhány finomságot abba a tálban nekem. Ha becsapsz engem, megkaparom a szárnyaidat és megeszlek. Te és én harcolni fogunk. Márta, menjünk. Amelka, maradj ott, ahol vagy, és nem mozdulj. Mindent megértettem. Hamarosan visszatérünk és meggyógyítunk. Ez egyértelműen az istenek virágpora. Vajon mi van még itt? Mi ez? Úgy néz ki, mint egy vakító sugár. Olyan érdekes egy embert nézni. Megnézhetem az egyik szememmel. Különben is a lányok nem jönnek egyhamar, és nem fognak megtudni semmit. Hű ember! Úgy alszik, mint egy tündér. Az emberek olyanok, mint a tündérek, csak szárnyak nélkül, és egyáltalán nem félelmetesek. Anya, te vagy az. Micsoda baj, micsoda baj! Az alvó pollenek segítenek. A fenébe, virágporom nem működik, jobban kellett volna hallgatnom a tanárra. Ez egy tündér. Én? Nem vagyok tündér, ez csak egy álom. Álom. Ez nagyon rossz, a lányok meg fognak ölni. Tündérke, itt vagy? Nem foglak bántani, gyere elő! Szia, anya! Most láttam egy tündért, egy igazit, szárnyakkal! Nem képzelődtem, határozottan láttam. Vagy talán képzelődtem. Tudom, hogy nem létezik, de láttam őt. Oké, szia, anya. Talán anyának igaza van, és csak lázas vagyok. Csomagoló papír? Ez a csomagoló papír biztosan nem volt itt. Biztos, hogy van valaki a házban. Ő az. Egy tündér. És mi van, ha nem tündér, hanem bűnöző? Tudom, hogy itt vagy valahol. Nem bújhatsz el előlem. Van fegyverem. Úgyhogy nem tehetsz ellenem semmit sem. Mondja gyorsan, ki maga, és mit akar a házamban? Én csak... meglátogatni jöttem. Meglátogatni? Ki hívta meg? Az emberek nem látogatják egymást minden ok nélkül. Szóval te egy igazi tündér vagy? Igen, csak ne ölj meg. Persze, hogy nem foglak bántani, gyere! El sem hiszem, hogy igazi tündér vagy, annyira király. Igen, a tündérek királyak. Hogy kerültél a házamhoz, mondd el. A barátaimmal viharba kerültünk, és a szárnyam eltört. Szegénykém, hol vannak a barátaid? Elmentek virágport keresni, hogy gyógyszert készítsenek. Hűha, egy csomó tündér volt a házamban. Nem egy csomó, csak három. Egyébként van egy kenőcsöm, talán segít a szárnyadon. Mi az a kenőcs? Ez egy olyan gyógyszer, amivel az emberek rendelkeznek. Szükségem van egy percre. Hadd segítsek. Csak óvatosan, a szárnyaink nagyon érzékenyek. És gyönyörűek. Bárcsak nekem is lennének szárnyaim. Nem értem, hogyan élhetnek az emberek szárnyak nélkül. Én nem tudnék így élni. Tessék.
Majd később kent be újra, és a seb begyógyul. A kenőcsöt el kell rejteni. Ha a barátaim rájönnek, hogy egy emberrel beszéltem, végem. Ne aggódj, senki sem fog rájönni. És kedves vagy, nem úgy, mint a nagymama történeteiben. Vannak különböző emberek, jók és gonoszak. Kedves vagyok, és szeretem a tündéreket, még könyvem is van. Akarod, hogy megmutassam? Igen, menjünk. Menjünk. Jaj. Sajnálom, nagyon beteg vagyok, és szinte semmi erőm sincs. Szegénykém, a barátaim és én segítünk még neked. Az orvosok sem tudnak segíteni. Oké, ne beszéljünk szomorú dolgokról. Menjünk, megmutatom a könyvet. Igen, ez mind kitaláció. A tündérek nem viselkednek így. Tudtam, hogy ez nem igaz. De nincs más könyvünk a tündérekről. Hallom Márta fegyverének csilingelését, a barátaim visszajönnek. Bárcsak találkozhatnék velük. Nem mondhatok neked semmit. De megpróbálok kitalálni valamit, és most rohannom kell. Amelka, itt vagyunk. Jól vagy? Igen, jól vagyok. Látott téged az ember? Nem, én itt ültem, meg sem mozdultam. Jó hír, találtunk egy új virágport. Szerencsések vagyunk. Szóval gyógypuleneket fogtok készíteni? Persze, a szárnyat hamarosan olyan lesz, mint ahogy lenne. Kitty, mennyi időbe telik egy új pollen elkészítése? Körülbelül egy óra, de nekem tűzre van szükségem. És hol van az embereknek tűz? Megtudhatom. Hogyan fogod ezt megtenni? Megkérdezem, tudom, hol vannak a ház használati utasításai. Menj csak, ne kapjanak el az emberek. Várj! Tessék, vedd el az én virágporomat. Tudom, hogy a tiéd nem működik. Psst, szükségem van a segítségedre. Bármit. Tűzre van szükségünk a pollenek fűzéséhez. Van ilyen a házban? Ne gyújtsatok tüzet a házban. És aztán hogyan melegítesz és főzöl? Ez van egy kályhánk. Hadd magyarázzam el, hogyan kell bekapcsolni. Amelka már régóta nincs itt. Elmehetnénk érte? Még csak 2 perce ment el. Mi van, ha egy ember megöli, mint a legyet? Van pollenje, tudja kezelni. Végre visszatértél. Meg tudtad, hol lehet tüzet szerezni? Igen, menjünk. Hű, ilyesmire soha az életben nem gondoltam volna. Ez az emberi mágia annyira király. Amelka, menj, pihenj egy kicsit, Kitty és én egyedül is elboldogulunk. És ez a gyógykenőcs tényleg segít, fel kell kennem még egy kicsit. Mit csinálsz? Emberi dolgokkal kenegeted magad? Amelka, teljesen megőrültél? Ez egy gyógyító kenőcs. Honnan tudod? Talán méreg. Ez áll rajta. Itt emberi nyelven van megírva. Hogy olvastad ezt el? Vajon hogy? Egy kicsit ismerem az emberi nyelvet. Tényleg? Akkor olvasd el nekünk. Trágya krémkenőcs a lábakarok és szárnyak kezelésére. Tündérek számára 100%-ban alkalmas. Tényleg ez áll benne? Természetesen. És miért kellene az embereknek szárnyakat kezelniük, mert nincs is nekik? Kit érdekel? A lényeg az, hogy ez a kenőcs működik. Oké, hamarosan elkészül a virágpor, és hazarepülhetünk. Hurrá! A vihar már elcsendesült, így minden rendben lesz. Egy időre elvonulok. Hová mész? Van egy forrás a házban, szeretnék inni egy kicsit. Van egy forrás a házban, ezt most hallom először. És azt mondják, hogy az embereknek nincs varázserejük, nekik rengeteg varázslatos dolguk van. Azt hittem, nem jössz vissza. Hogy ne jöjjek vissza, mondtam, hogy segítünk neked. Hogy van a szárnyad? Köszönöm, most már sokkal jobb, és hamarosan meggyógyítunk. Nem hiszem el, hogy igazi tündérek fognak meggyógyítani. Ne aggódj, nem hagyunk cserben. Megígérem. Hiszek neked. Egyébként meg akartam kérdezni, mi ez?
Milyen nektárból készül? Isteni az íze! Ezek cukorkák, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogyan készülnek. Én a boltban veszem őket. Bolt? Mi az a bolt? Egy hely, ahol bármit megvehetsz. Az embereknek annyi érdekes dolguk van, többet hallgattam volna, de a barátaim gyanút fognának. Semmi baj, menj csak. Nézd már! Megpróbálhatom? Próbáld! Én is meg tudom csinálni. Hol van Amélia? Ideje indulnunk. Végre, hol voltál? Ez az emberi tűz annyira király, sokkal gyorsabban elkészítettem a virágport és a tavasz, ez teljesen félelmetes. Hurrá, a virágpor készen áll, micsoda áldás, adjuk az embernek minél hamarabb. Ez történt itt. Csak annyi pollen van, hogy meggyógyulj. De megígértük. Hideg van odakint, szerencse, hogy ezt megtaláltuk. Kitty, gyógyítsd meg és repüljünk. De ne már, mi lesz az oroszlán lányjal? Megígértük neki. Pollenekkel altattuk el, nem csinál velünk semmit. És most mi lesz? Hazugok vagyunk? Amélia, te olyan furcsa vagy. Mit érdekel téged egy oroszlán lány, és még inkább egy ember? Nem szép dolog ezt tenni, és különben is a szárnyam már nem fáj. Tényleg? Igen, az emberi kenő sokat segített. Tényleg? Au! Igen, igen. A kenőcs csak a fájdalmat enyhítette, a szárnyad még mindig törött. Szóval ne hencegj, Amélia. Ezt nem tehetem, megígértük, hogy meggyógyítjuk. Nézzétek, csak annyit mond, hogy ember. Jobb, ha magadra gondolsz. Amelka, gyere, most meggyógyítunk téged, és amint a virágok újra kivirágoznak, meggyógyítjuk ezt a lányt. Igen, majd meggyógyítjuk. Nem fog olyan sokáig kitartani, nagyon beteg. Honnan tudod? Értem. Amelka egy emberrel kommunikált. Amelka, igaz ez? Hát, én... Nem szándékosan tettem. Minden világos. Most már egy ember tudja, hogy tündérek voltak a házában. Gyorsan el kell tűnnünk innen, különben más emberek is ide jönnek. Repülhetsz, csak hajtott a virágport. Most nem. Ezt a virágport mi készítettük el neked. Én itt tartom őt, te pedig meggyógyítod. Nem, engedjetek el! Így. Nem, ne csináljátok! Gyerünk! Már látom, hogy a szárny meggyógyult. Ti, a szárnyam amúgy is jól volt, de a lány varázslat nélkül nem fog meggyógyulni. Az embereknek annyi varázserejük van, hogy tudnak magukra vigyázni, biztos vagyok benne. Amélia, mi értelme szomorkodni? Már az összes virágport elhasználtam. Menjünk, mielőtt a házi oroszlán nőstény felébred. Gyerünk, Amelka. Hagyj békén, nem megyek veled sehova. Ennyi, Kitty, menjünk. Ha azt akarja, hogy az emberek megöljék, maradjon. Nos, sikerült virágport készítened? Tényleg nem jött össze. Kitty elkészítette, de az egészet rám használta el. Elhasználta. Szóval a te szárnyad újra meggyógyult. Hol vannak a barátaid? Összevesztem velük, és elrepültek. Nem veszekedhetsz a barátaiddal. Hozd be őket, mielőtt túl késő lesz. Inkább leülök veled, és te mesélsz nekem az üzletről. Oké, ülj le. Miért nézel állandóan hátra? Amelka, felejtsd el őt. Sajnálom őt, annyira kedves. Segíteni akart a lánynak. És akkor mi van? Lehet, hogy a lány jó, az állatok nem állnak ki a rossz emberek mellett. Kitty, te is? Szerintem támogatnunk kellene Amelkát. Én ellenzem. Egyáltalán nem tetszik ez a pénzed. Nekem sem, de az emberek nem tudnak nélkülük élni. Ez csak egy darab papír, ti emberek furcsák vagytok. Hűha, még több tündér. Sziasztok, Márta és Kitty vagyunk. Ginny vagyok. Biztos, hogy nem támadnak meg minket? Nem is gondoltam rá. Úgy néz ki, mintha tényleg beteg lenne. Igen. Sajnálom, hogy nem hagytunk neked virágport. De ha rám hallgattatok volna. Bár, van gyógypollenünk.
Gyógypollened van, és nem mondtál semmit. Ezt miért csináltad? Én nem, de Amelka igen. Most viccelsz, nem tudok virágport készíteni, nem, sosem működik nekem. Talán megér egy próbát. Nem veszítesz semmit. Lányok, igazatok van. Itt is van, gyógypollen. Tényleg működik? Nem hiszek a szememnek. Hurrá! A virágporom először működött. Sokkal jobban érzem magam, mintha nem is lettem volna beteg. Mindez Amelkának köszönhető. Köszönöm, tündérek. És most itt az ideje, hogy menjünk. Mindenütt keresnek minket a faluban. Igen, így van. Szia, Ginny. Milyen kár. Most indulunk, emlékezz ránk. Soha nem foglak elfelejteni. Srácok, ha tetszett a videónk, tegyetek egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsetek el a csengőre kattintani, hogy ne maradjatok le az új részekről. Sziasztok! Kitty, a szárnyaid görbék. A szárnyaim rendben vannak.